Zoe és Zora. Ők azok a tündéri kislányok, akik Konkolyág és férje életét teljessé tették. A modell szépségkirálynővel legutóbb még kismamaként találkoztunk. Azóta a két gyermekes édesanyja és a világ egyik legboldogabb embere lett. Mi pedig, ha ez lehetséges, megpróbáltuk fokozni az örömét, és egy különleges jóga órára invitáltuk. Minden megváltozott, teljesen felfordult az életünk, mint ahogy az első érkezésénél. De most sokszor elgondolkozom, hogy amikor mondjuk a Zoét, a nagylányunkat elviszi a férjem egy délelőtre, és csak a picivel vagyok, hogy egy gyerekkel mi gondom volt, semmit. Tehát, hogy annyira kis aranyos, alszik, eszik, tehát, hogy úgy olyan flottul megy minden. És amikor jön Zoé kettőre figyelni, már sokkal nagyobb energiát igényel, és sokszor azt sem tudom, hogy hol áll a fejem, hogy mind a kettőt ellássam, mert igaz, hogy már elmúlt 3 éves, de azért még ő is igényli a figyelmemet. Kicsit mozgasd át jobbra-balra. A jóga teljesen más, mint az egyéb edzésformák. Itt én, főleg ha személyedzésre jön valaki, vagy személyi jógára, teljesen az adott napon, főleg egy anyuka, hogyha az előző éjszaka nem aludt a gyereke, én nem fogom aznap szétszivatni különböző nehéz gyakorlatokkal. Van, hogy egy jóga óra akkor is tökéletes és teljes, ha éppen meditálunk és nyújtunk egész órán, de ha épp ilyen nagyon energikus pillanatában kapom el, akkor viszont szépen vissza lehet térni ahhoz, hogy egy intenzív mozgás is beleférjen. Sokszor azért nem mennek el az anyukák edzeni, mert lelkiismeretfurdalásuk van, hogy otthon kell hagyni a gyerekét, és abban az időben sem lehet vele. Úgyhogy ilyenkor olyan jó érzés a lelkének, én imádom a babákat, elbabázok én is, hogyha úgy van, akkor fel is veszem a gyerekeket, hogy az anyuka tudjon olyankor jógázni. Annyira elfáradok mentálisan, hogy nagyon-nagyon szüksége van a testemnek arra, hogy fizikailag is elfáradjak, úgyhogy ezt szigorúan betartom, hogy 2-3 edzésre elmegyek, és ezt a férjemmel össze tudjuk hangolni, hogy heti 3-szor 1 órát igenis elmegyek edzeni, és akkor nagyon-nagyon jól esik engem. Kikapcsol, ellazít, feltöltődök, tehát én sokkal jobban érzem magam az edzős napokon, és másnap is, hogyha tényleg úgy igazán elfáradok. És ezek azok a varázs mozdulatok, amit ha minden nap elvégezel, érzed, hogy neked milyen szépen jó, hogyha nyitja. Akkor nem fájnak. Igen. Nagyon nem szeretem, mikor valaki azt mondja, hogy 6 hét után mehet az anyuka. Nem, az anyuka akkor menjen mozogni, hogyha úgy érzi, hogy szeretne menni mozogni. Ez nem erről szól ez az időszak, hogy letelt X idő, és ő most fusson az edzőterembe, vagy fusson jógázni. Teljesen másról szól. Viszont jön majd egy pont, amikor azt érzi, hogy szeretne kimozdulni, szeretne elmenni, és ez teljesen mindegy, hogy 1 hónap, 2 hónap, 5 hónap, vagy 1 év. A lényeg, hogy érezze, hogy most jött el ez az idő, és ne érezze magát egyetlen anyuka sem presszionálva, hogy hú, a többiek már 5-7-6 hét után mennek. Mindenki akkor menjen, amikor úgy érzi, hogy eljött az ideje. Az étkezésre annyira nincs időm, megmondom őszintén figyelni, mondjuk a Zoé étkezésére nyilván odafigyelek, úgyhogy nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt kap, és akkor így, tehát hogy jut nekem is, és a maradékokat meg tudom enni. Egyébként ezért vagyok vékony. Egyrészt genetika is, másrészt meg állandó pörgésben vagyok. Konkolyági tehát immár 2 kislány anyukájaként igyekszik lavírozni az élet útvesztőjében, de ezt egy pillanatig sem bánja, mivel azt mondja, minden egyes nap egy újabb csoda, és így 4-en lett teljes a családjuk, vagy talán mégsem? Most lettünk nagy család, és én nagyon-nagyon élvezem. Tehát, hogy fárasztó, nem mondom nagyon-nagyon fárasztó, főleg még milyen, mikor még ilyen picik. Tehát, hogy az első pár év az kemény, de én ennek ellenére nagyon élvezem, hogy ketten vannak. Én annyira tudok nekik örülni, és mikor van egy ilyen nehezebb nap vagy éjszaka, persze akkor olyankor azt kívánom, hogy Úristen, bár csak aludhatnék 3 napot zsinórba, és hogy ne szóljon hozzám senki, de ez átmegy rajtam egy pár perc alatt, és utána én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és én még el tudnám nem képzelni, hogy akár még egy babánk legyen majd a későbbiekben.